Dr. Kanász Nagy László, a Karcagi Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa arról beszélt televíziónknak, hogy miért az orvosi pályát választotta. Hát az orvosi pálya választása az rendhagyó lehetett, a mi családunkban nem nagyon van orvos. Még gyógyszerész csak-csak előfordul, de orvos nem, mezőgazdás család, felmenőink is inkább mezőgazdasággal foglalkozó emberek voltak. Szentesen születtem, ugye ott egy jó gazdasági övezet volt már a múlt században is, meg hát ebbe az évszázadban is, és hát ez a világ vett ugye engem körül gyermekkoromban. Nem volt rá példa, hogy valaki orvosnak ment volna a családból. Viszont engem nagyon vonzott a biológia, ez volt az a érdekkör, ami már gyerekkoromban általános iskolából, már a gimnáziumban való pályaválasztásomat is meghatározta. Biológiai szakon végeztem el a középiskolát Hajdúszoboszlón. Hát az egy picit már messze van, de akkor van. Hát ugye én Nádudvaron nőttem fel, gyakorlatilag én 3 éves koromtól már Nádudvaron laktunk. Édesapám is mezőgazdász volt, ugye ott kapott állást. És hát így már ugye egy szomszédos hát járásszékhelynek a középiskolájában végeztem a tanulmányaimat, és utána ugye felvettek, hál' Istennek, egyből a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, és ugye ott végeztem 1983-ban. Az orvoslás, mivel nem volt rá példa előttem, vonzott az a inkább az embereken való segítésnek a kíváncsisága, meg az emberi test megismerése, a gyógyítás megismerése egy olyan kihívást jelentett. Azért ez egy nagyon összetett terület. Tehát igen, és ezen belül is a belgyógyászat vonzott leginkább, ami talán a legszisztematikusabb és legátfogóbb része az orvostudománynak. Azóta persze darabokra hullott ez a tudomány, 10-14 szakma lépett ki belőle, és a belgyógyászat maga önálló tudományként, önálló szakmaként már megmaradt ez a szisztematikus felépítésben, de a társszakmák nélkül már szinte nem tud működni. Aztán utána ön is specializálódott, hiszen most a kardiológiai osztályon van. Mennyivel másabb ez, mint ahogy ön is mondta, hogy egy-egy rész szeretét végzi most ennek a munkának? Igen, tehát a belgyógyászaton kezdtem dolgozni 1983-ban, itt Selmeci Pál főorvos úr idejében. Aki és jelen 100 éves. Igen. És az első kátai díjas volt, igen. 1991-ben. Hát az ő keze alatt tanultam meg az igazi régi fajta bergmani belgyógyászatot, ami ugye állt egy jószemű orvosból, a füléből, ugye ebből a fonendoszkópból, és hát minden egyéb érzékszervéből is. Ezekre voltunk utalva, volt egy röntgen, meg a fejünkbe levő tudomány. És akkor ebből kellett gyógyítani. Azóta óriásit fejlődött az orvostudomány, és hát nyilván ennek a szükségszerűségnek a következménye is volt, hogy a kardiológia, mint ugye az érrendszeri betegségek, a leggyakoribb halálokok Magyarországon, a legnagyobb betegpopulációt érintő betegcsoport, betegségcsoport, ennek a nívósabb és a korszínvonalán álló gyógyítását, azt ugye valakinek el kellett sajátítani, és akkor hát ugye Zsembeli főorvos úr kezdte el itt igazából a kardiológia meghonosítását, a kardiológiai szakrendelőben kezdtem el dolgozni annak idején, amikor meg is tetszett nekem ez a szakterület. Igaz, hogy akkor még műszeres lehetőségek nem voltak. Aztán jött a rendszerváltás időszaka, amikor ugye lehetőség jött arra, hogy műszereket is beszerezzünk, amik kellenek egy ilyen vidéki kórház kardiológiai diagnosztikájához, illetve hát Szabó János igazgató úr vett rá, hogy menjek el Debrecenbe és tanuljam ki a kardiológiát. Úgyhogy 2 éven át
voltam Debrecenben a kardiológiai, akkor még szívtüdő klinikának hívták, annak a égisze alatt dolgoztam, teljes munkaidőből kellett dolgozzak akkor még, ez volt a feltétele a szakvizsgának, és hát sikerült elsajátítanom azokat a diagnosztikákat, azokat a módszereket, és hogy kiépíteni azokat a kapcsolatokat, amiket mindmáig ugye használunk, kihasználunk, hogy a betegutakat gördülékenyé tudjuk tenni a szívbetegek számára. És hát ugye elkezdtem a szívótrang vizsgálatokat csinálni, ugye különböző EKG technológiák. Tehát a kórházak is az eszközei is fejlődtek, ezek a modern eszközök, és azt gondolom, hogy sok olyan ember szült ki, aki nem is gondolta, hogy szívbeteg. Hát ez folyamatosan így van sajnos. Abban az időben rengeteg ezekkel a diagnosztikákkal kiszűrhető beteget sikerült még a nagyobb baj előtt megfelelő ellátásra elküldeni. Ennek volt egy súvja a 90-es években, aztán beállt a rendszer is, egy nagyon jó egyensúly alakult ki a korai diagnosztika, a gondozás, szívbeteg gondozás terén. De aztán jött a Covid, amikor ugye nekünk is minden felborult, a mi osztályunk is ugye teljes egészében Covid osztályá alakult, és az ellátásnak ezt a hát eddig ismeretlen és hát bizony nagyon nehéz formáját kellett művelnünk majd 2 éven át. Én ehhez az elismeréshez még egyszer gratulálok. Köszönöm szépen. És tényleg azt kívánom, hogy teljesüljenek a vágyai, amit még szeretne elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.